Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából, és ez egy furcsa videó lesz, gyakorlatilag ennek a témáját sehol nem fogjátok megtalálni semmilyen nyelven. Ez gyakorlatilag egy hivatalos publikációnak egy magyarázata lesz. Napelemről lesz szó, illetve kutatásokról, de először is szeretnék egy kérdésre válaszolni. Egy olyan kérdés, amit általában nagyon sokan, akik engem megkeresnek, föltesznek, hogy mivel is foglalkozom tulajdonképpen. Gyakorlatilag erről majd fogok csinálni úgy is, ahogy ugye csinálom a farmot, stb. Dolgokat. Gyakorlatilag napenergia kutatásokkal foglalkoztam, illetve foglalkozom. Én mindjárt megmagyarázom miért. Foglalkoztam, mert gyakorlatilag szerettem volna kifejleszteni egy olyan szerelési, illetve hát akkor még nem tudtam, mit szerettem volna az elején, de gyakorlatilag egy olyan szerelési és tervezési eljárást, ez az osztott szigetüzemű rendszer, hogy ne kelljen az embernek hitelt fölvenni, ne kelljen egy összegbe kifizetni milliókat, hanem akár mondjuk egy forintosítva a dolgokat 20-30 ezer forintonként, tehát körülbelül 80-100-150 eurónként, ha valakinek van egy kis pénz, akkor mindig hozzárak a rendszeréhez, és már rögtön az elején van egy alaprendszer, és akkor azzal működik. Ez körülbelül egy 5 évig tartott, 5-6 évig, mire úgy kikristályosodott. Persze finomítások, változások vannak most is rajta, hogy mit, hogyan csinálok, mert folyamatosan foglalkozok napelemekkel, de nem szerelek, egyáltalán nem szerelek. És akkor utána gyakorlatilag én úgy gondoltam, hogy ez a téma számomra kifújt, és elmentem abba az irányba, hogy önellátás, egy farmot építek most gyakorlatilag, jelen pillanatban, egy farmot szeretnék augusztus 20-ára úgy, hát nagyjából lábra állítani, hogy legyen a farmnak nevezhető. Állattartás, zöldségtermesztés, az önellátásnak egy részét, hát minél jobban megvalósítani. És úgy gondoltam, azért ez a bevezető, úgy gondoltam, hogy elmegyek ebbe az irányba, és kevesebbet fogok foglalkozni a napelemekkel, lesz majd egy különleges projektem még azon kívül, tehát napelemmel foglalkozok továbbra is, napenergiával pontosabban, de ez inkább úgy háttérbe szorul, tehát most egy kicsit a farm lesz a több. De aztán történt egy dolog, egy felfedezés gyakorlatilag egy a napelemeknek a termelésével kapcsolatban, amire rögtön rá is térnék, és akkor ez a publikációnak a lényege, hogy gyakorlatilag egy olyan mérési sorozatot fogok elkezdeni körülbelül szeptember-októbertől, aminek most az előkészítési folyamata van, és aztán egy évnél tovább, tehát másfél-két évig biztos el fog tartani. Ennek a lényege az, hogy ugye a napelemeknek a termelését nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mennyi. Mert mindig azt mondjuk, hogy időjárás függő, mindig azt mondjuk, hogy hőmérséklet függő, ezért termelnek márciusban, februárban, márciusban többet, nyáron visszaesik a termelés, visszaveszi, mert túl erősen süt a nap, bla bla bla, de pontosan meghatározni nem tudjuk. Amikor megadnak egy napelemnek is, már eleve volt kezdődik a probléma, amikor megadnak egy napelemnek azt, hogy hány wattot tud, tehát mennyi a teljesítménye, akkor gyakorlatilag ott is oda van mindig írva mellé plusz-minusz 5%, ami egyébként plusz-minusz 10, de tök mindegy. Tehát tökéletesen pontosan nem tudjuk belőni. Ez azért van, mert a jelenlegi kutatások is, és akkor itt most rátérek a mindennapos tényekre, mindenki megfigyelheti most Magyarországon, és lehet már látni ezeket a híreket, hogy szinte nap mint nap jönnek elő az új akkumulátoros találmányok, felfedezések, az új napelemes bővítések, a napenergia, és akkor fantasztikus találmány, hidrogén, meg mit tudom én, mi Fritz Franz. Napelemes kutatások, új napelem technológiai gyártás, stb. És én úgy gondolom, hogy közben elfelejtkezünk az alapokról, gyakorlatilag egy olyan technológiát kutatunk és fejlesztünk, amit tűpontosan nem tudunk belőni. Tehát nem tudjuk megmondani, például mondok egy példát,
fogok egy napelemet, egy 100 wattos napelemet, kiteszem a napra ilyen dőlésre, ilyen tájolással, hogy az egy éven keresztül tűpontosan mennyit fog termelni. Azt fogom mondani, hogy hát úgy körülbelül ennyit, meg körülbelül annyit. Miért? Mert az időjárással függ össze. És egy nagyon-nagyon furcsa, és itt most rátérek a dolog lényegére, egy nagyon furcsa dologra figyeltem föl, már kapizsgáltam egy ideje, úgyhogy egy ideje, egy körülbelül egy olyan éve jobban odafigyelek ezekre a dolgokra, de eleinte még csak olyan, hát ez biztos csak véletlen volt. Ez az állattartással függ össze. Érdekes módon megfigyeltem, hogy ugye, ezt mindenki tudja, ugye a napenergia kutatók, illetve a napelemes technológiákat úgy fejlesztik, hogy a napelemeket ugye beviszik egy laborba, meg méréseket végeznek rajta, mérik, hogy mennyi a teljesítménye, milyen időjárási inger érés, akkor hogyan és stb. Mennyi a termelés. Ezek műszaki paraméterek alapján történő mérések. Állattartással kapcsolatban pedig a biológusok, illetve mindenféle agrármérnökök, agrárkutatók, akár a mikrobiológiától kezdve, a mikrobiológusok például olyan tápokat, olyan vitaminozott, antibiotikumos dolgokat és stb. Próbálnak kifejleszteni, ami megnöveli a teljesítményét a tyúkoknak, stb. Én teljesen természetes úton tartom most mondjuk a csirkéket, de a nyulakat is, meg mindent. De megfigyeltem, nagyjából véletlenül figyeltem föl rá, hogy a termelési adataimnak, a napelemeimnek a termelési adatai akkor nőnek, amikor a csirkéim is több tojást adnak. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, és akkor elkezdtem figyelni egy éven keresztül, hogy ez hogy működik, meg merre, és ténylegesen az történik, hogy bizonyos összefüggés kimutatható az állattartás, illetve ezt majd később esetleg bővebben kifejtem, akkor nagyon hosszú lesz a videó, és a napelemes termelés között. Ez azt jelenti, hogy ha napelemem többet termel, február-márciusban, mondjuk március vége április, akkor olyankor tojnak a csirkék, például az én csirkém a legtöbbet. Ez azért van, mert, és ez már a publikáció, tehát ez azért van, mert ugyanúgy, ahogy a csirke, hogyha tojásért tartod, a tehenet a tejéért tartod, stb. Stb., akkor ez tanyasiaknak fontos lehet, akkor gyakorlatilag olyankor az időjárási változók és mutatók olyan jobban fekszenek magának az élőlénynek, tehát a természetből gyakorlatilag a fölösleget odaadják a csirkék. Ugye esznek azért, hogy életben maradjanak, jól érezzék magukat, isznak, stb. És gyakorlatilag a petei érést hogyan serkenti elő, és akkor innentől kezdve jön a tojás. Tehénnél a tej ugyanez, tehát hogy termeli a tejet, de mikor termel többet? Na most, amikor egy csirke több tojást ad, amikor egy tehén több tejet ad, olyankor több a bevitel is. Tehát több megy ki belőle, tehát többnek kell bemenni is. Ugyanez a napelem. Tehát a napelem is gyakorlatilag egy természetes energiát, az időjárásból lévő természetes energiát elektromos árammá alakítja. Az elektromos áram gyakorlatilag az neki az a dolog, amit előállít, mint a csirkénél a tojás. Ez most egy kicsit bonyolult meg minden, tehát próbálom így egyszerűen fogalmazni, de az a lényeg, hogy tökéletesen egy természetes konstrukció a napelem. Úgy néz ki. Miért fontos ez, mondom. A következő másfél-kettő év, aztán lehet, hogy több lesz, de lehet, hogy hamarabb, meg lesz, nem hiszem, olyan méréseket, mérési sorozatokat fogok végezni, amelyek a kettő együtthatásáról van szó. Tehát a napelemek és az állattartás. Célcsoportokat fogok kinevezni, stb. Ha nagyon érdekel valakit, akkor írjátok meg hozzászólásba, hogy érdekel, és akkor menet közben van a szeptember-októbertől, amikor elkezdődik, konkrétan most még csak az előkészítés tart, majd csinálok róla egy videót, ha valakit érdekel, azt is írjátok meg, akkor csinálok egy előkészítést, mi tart ennyi ideig, hogy 5-6 hónapig elő kell készülni. És akkor tűpontosan összelőni, hogy ez az adott csirkecsoport ezzel az adott napelemmel hogyan függ össze a tojás termelése. Mindenféle zavaró tényezők közbe jöhetnek, ugye a csirkéknél is betegség, a húka,
A róka például az elég komoly probléma lehet. Úgyhogy ezekre figyelni kell. Miért fontos ez? Tanyasi embereknél mondom azt, hogy akik szigetüzemű napelemrendszereket használnak, vagy szélgenerátort, vagy valamit. Tehát az a lényeg, hogy a csirke is, a csirkénél ragadok le, bocs, tehát a csirke is ugyanúgy, ahogy a napelem, függ az időjárástól. Tehát, hogyha kedvező az időjárás, több tojást ad, hogyha nem kedvező az időjárás számára, kevesebb tojást ad, visszafogja. Nem érzi jól magát. Ennyi a napelem ugyanez, ha kedvező számára az időjárás, akkor többet termel, hogyha nem, akkor kevesebbet. Ha ezt tűpontosan össze tudjuk lőni, akkor gyakorlatilag, ha minden sikeresen zajlik, akkor egy olyan dolog fog történni, hogy már nem egyetlen egy dologból, egy elektronikai, egy műszaki mérési adatállományból tudjuk meghatározni azt, hogy mennyit fog termelni a napelem, hanem lesz egy másik, egy természeti összetevője. Ezt úgy kell elképzelni, mint a GPS az autódban, hogyha mész az autóval és csak két műholdra lát rá a GPS, akkor két műholdhoz képest viszonyítja a helyzetedet, és az nem annyira pontos, mint hogyha mondjuk három vagy négy műholdra lát rá, mert akkor tűpontosan be tudja határozni. Ugyanezt történik most is. Tehát gyakorlatilag összefésülünk két szakágat, ugye az állattartást és a napelemes termelést, ami számomra érdekes, mások lehülyézhetnek meg, azt mondhatják, hogy ez baromira uncsi, meg hülye vagy, de nekem ez most nagyon érdekes, ugyanis akkor egy teljesen más oldalról, ha meg tudnánk határozni a napelemeknek a termelését az időjárási összetevő miatt. És most nem arról van szó, hogy egy labori körülmények között 25 fokon tesztelik a izét, ezt szokták mindig mondani, ezt a baromságot. Igen, mert beviszik, és 25 fokon a rendszeres izét, de a természetben nincs ilyen. Van olyan is, hogy 25 fok van, de fúj a szél, és a napelemnél nem 25 lesz, hanem 18. Tehát mindjárt nem. Tehát odakint nincsenek labori körülmények, ezért kell a természetből venni az alap összetevőket, amik alapján meghatározunk. Ha ez sikerül, ez a úgymond munkám, hogy összefésülni, akár még, az is elkövetkezhet, hogy innentől kezdve a mindenféle napelemmel kapcsolatos kutatás, tehát például új napelemek gyártása, új napelemek fejlesztésénél ezeket az adatokat beillesztve, illetve mérési adatokra hivatkozva, mivel sokkal pontosabban meg tudják határozni, hogy mennyit fog termelni adott paraméterekben a napelem, ezért gyakorlatilag sokkal pontosabban, sokkal egyszerűbben, sokkal gyorsabban tudnak fejleszteni. Kettő. Ezt összefésülve ezeket az adatokat, hogyha pontosabban tudjuk meghatározni a napelemeknek azt a teljesítmény termelését adott időszakban, amit ő tud csinálni, tud készíteni számunkra, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve összefésüljük most mondok egy egyszerű szerelési dolgot, ez most teljesen mindegy, hogy szigetüzem, bár főképp szigetüzemeseknek fog ez működni, ezt majd esetleg, ha érdekel valakit, elmondom, de betáplálós rendszereknél is az a lényeg, hogy ha tűpontosan meg tudod mondani, hogy bizonyos időjárási körülmények között mennyit fog termelni tűpontosan a napelem, tehát wattra pontosan, akkor az azt jelenti, hogy onnantól kezdve ezt az egészet, ha össze tudod fésülni, applikációt csinálnak egy-két hét alatt, egy applikációt, akkor az applikációt meg fogja tudni mondani azt, hogy ilyen tájolás is, ilyen dőlésszöggel, amivel neked éppen a telepítésed van, a következő egy évben szinte tűpontosan meg fogja tudni, nem azt mondom, hogy wattra, de mondjuk 100 wattra meg fogják tudni mondani majd ez alapján, hogy mennyit fog termelni a napelemed. Mert az időjárási összetevők is bele lesznek véve. És az időjárási összetevőkről most nem akarom kifejteni bővebben, úgyhogy gyorsan befejezem, mert már így is hosszú lesz a videó. Az időjárási összetevőnél nem csak a hőmérséklet döntő, hanem a páratartalom, a levegőnek a portartalma, ugye ha nagyon száraz, akkor nagyobb a portartalma, a prizmatikus együttható, tehát ahogy beesési szöge jön a napnak, és az prizmatikusan megtöri, például nagyon látványos a szivárvány, prizmatikusan megtörik a víznek a cseppei
a nedvesség cseppeken, és akkor látod, ez megtörik, és akkor az már más színhőmérsékletet ad a napelem felé, amit te esetleg nem is látsz, egy pár wattal, ezért nem tudják pontosan belőni, hogy mennyi, mert ezektől nagyon-nagyon függ a dolog. Úgyhogy gyakorlatilag mondom, tehát tényleg sajnálom mindenkit, aki ezt végignézi, és itt ilyen valami nagyon fantasztikus dolgot vár, de nekem ez nagyon-nagyon érdekes, nekem ez nagyon földobott engem, hogy ezt most így senki soha gyakorlatilag a én nem tudok róla, hogy akár még régebben is a történelem folyamán, mióta napelemek léteznek, ezt vizsgálta volna-e, mert nem esett össze, de jelen pillanatban, hát mondanám azt, hogy úgy néz ki, hogy összefüggés van, így az állattartásban lévő termelés és a napelem termelés között, de most már én azért túl vagyok, tehát azért olyan mérési adatokkal rendelkezem, amelyben azt mondom, hogy igenis 100%-os biztonsággal megmondható, pedig ezt nagyon ritkán szoktam használni, hogy igenis összefüggés van egy természeti együtthatókból tól függő állattartásból származó jövedelem, például tojás, például tej között összefüggés van 100%-osan egy napelem termelés között, ami szintén ugye az időjárástól függ. Úgyhogy ezt a videót csak így próbáltam elmondani, nem műszaki, meg szakszavakkal, meg ilyenek, de hogyha esetleg később majd valaki hall egy ilyet, hogy most már nem, mit tudom én, éveken keresztül fejlesztenek egy új napelemtípust, hanem mondjuk egy-két hónap alatt ki fog tudni jönni egy olyan, ami sokkal olcsóbb, sokkal gyorsabb, sokkal jobb. Nem fog többet termelni, viszont pontosabban meg tudják mondani, és precízebb, és jobban ki tudod választani, mi a számodra megfelelő, akkor ez valószínűleg nagy valószínűséggel ez ennek a mérés sorozatomnak lesz majd köszönhető. Szorítok, hogy sikerüljön. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, remélem érdekesnek találtátok. Hát én ezzel foglalkozom most, úgyhogy mondom, az elején azt mondtam, hogy próbáltam úgy csinálni, hogy most egy kicsit hanyagolom a napelemes kütyüimet, és már amennyire lehet, ugye, mert nem lehet, és az állattartásra, és akkor most megint visszabillent a mérleg a napelem felé. Előkészítési folyamat, megint egy ilyen jó kis mérési adatok, stb. De mellette már belekezdtem a farmnak a fejlesztésébe, újraépítésébe, úgyhogy az is menni fog. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is. Ciao a tutti. Puszi mindenkinek.